Azért lehoztam már, mert nem láttam már 8 éve a Tiszát. Legalább 5 éve nem voltam ladikba, meg csónakba sem, meg hajón sem. Mert én akármikor lejövök ide, nekem sírva fakad a lelkem. Most ott eltöltöm vala az egész napot a szúnyogosba. Én ezt nem tudtam sose elolvasni. Külön izét szenteltem be. Fogom csak most mire még találom itt. Fellendülés évei. 92-93. Hát az azért a fellendülés évei, ekkor voltam aktív halász. Húha. 4 óra 25 perckor kezdődik a Rákóczi induló. Valamikor erre költött édesapám mindig. És akkor egyszerűen meghallottam ezt, olyan korán keltem, és be volt kapcsolva a rádió. És mint a szívembe vágtak volna egy kést. Úgyhogy annyira fájt nekem. El az indulóra költögetett, főzte a kávét, és szidott. Ha nem voltam elég gyors, kész minden olyan dologra, amit az ember általában napkezdéskor végez. A Mészárosban is volt algyön 4 család, mert engem se azt mondták, hogy Kece Mészáros Balázs, hanem Kece Balázs. Sőt, aztán már azt mondták, hogy Kis Kece, Nagy Kece, Középső Kece. Ez egy alakú halász szerszám, onnan kaptuk mink ezt a Kece nevet, hogy a nagyapám az mindig ezt a szerszámot a nyakába vötte, legyalogolt vele a Tiszára, és akkor megkérdezték tőle, hogy Balázs, mész kecézni? Megyek. És akkor rajta maradt ez a szó, hogy Kece. Van a faluba körülbelül 100-150 ember, aki algyői születés, abban még beletartozok. Azóta jártam le vele a Tiszára, amikor már egy kézzel a palacsintából likvárt kibírtam nyomni. Nagyon szegény családba születtem bele, ugyanis egyetlen egy olyan halász család volt a faluba, akinek a nagyapja, tehát apámnak az édesapja elmaradt a háborúba. Apám egyedül maradt a Tiszán, ő rajta nem segített senki se. Én hordtam neki a szódás üveget, a kövidinkát, a kaját, az őt szilvánit. Hát én kijártam a 8. osztályt, anyám azt mondta, hogy elvágja a nyakamat, hogy halász leszek. Elmentem telefonszerelőnek, ott egy kócsak, 2 kócsak. Ebből 11 volt itt valamikor, 2 kis kócsak jó. Bevonultam 81-be katonának, telefonközpont kezelő voltam, lén a főd alatt. Nem, hogy a seregbe bent, ott ráértem, éjszaka mit csináljak, hát más egy pulóvert köt, én hálót kötöttem. Ugye apujék, mikor begyüttek meglátogatni, mindig oda tűcénát, meg azt a sablófát, amire kötöttem. Mikor leszereltem 83-ba, hát addigra már egy olyan 20 vasát össze készítettem. Ho-ho, hát ebből aztán eszméletlen sok fajta még méret van. Az ilyen kicsikétű, akkor rájuk, hogy 2 marhát is bele tudnák terelni. 85-ben volt egy nagyon jó horcsás év, annyi horcsa volt a Tiszán, hogy tá annyi valam soha. Egyetlen egy ember volt a Tiszán, aki egy oldalon 100 méter területe volt, az én voltam. És gondold el, hogy abból meg tudtam élni. Akkor elnevezték szőnyegvarsázásnak. Oda raktam vagy 40 varsát a fél Tiszáig, 100 méterre. Másnak nem volt 5 kilométeren se 40 varsáig. Úgyhogy... Ezek akkora halak voltak, hogy... És meg lehet nézni, hogy a hátam mögött mekkora egy varsa. Nekem ennyi maradt a múltból, erre viszont nagyon büszke vagyok, mert a cián szennyezés előtt ez az egy emlékem maradt azokról a halakról, és ilyen szép nagy halakat fogtam, és ez a mindenem. Ebben 9. 4 kiló lett. Meg hogy elégedett?
Another European ecological disaster, the catastrophic cyanide spill devastated major river systems in Central Europe. Koncentrációjú ciánvegyülettel szennyeződik a szamos folyó. 120 tons of cyanide has escaped from the Australian-Romanian gold mine into the major Hungarian Tisza River. Cyanide killed over 1,200 tons of fish in the river Tisza. It'll take years for the river to recover. Jeff Daniels, das Cyanid hatte furchtbare Auswirkungen auf die Tierwelt und hat das Ökosystem The Australian Mining Company at the center of the cyanide. Ez a Charles Glover eljött, hogy még pont engemet tudott megtalálni, az csak teljesen a véletlennek köszönhető, ugyanis én voltam lenne a hajón a Tiszán, mivel ott voltam őr. Na, elkértek egy csomó harul, egy csomó fényképet. Aztán a Déli Telegráf, amik ki is rakták az egyik képet, rajta vagyok egy 80 kilós hadsával, még itt a hajón lett fővéve. Még ide értem, hogy Cián 2000 másodikó 10, ez a 2000-es halászegyem, de ugye ez már olyan régi, hogy erre már a tinta lekopott. Én ezt nem tudtam sose elolvasni, le se fordítottam. Próbálkattam én tanulgatni menet közben, de aztán rájöttem, hogy nem nekem kéne megtanulni angolul, mert nem én okoztam a problémát. Tanuljon meg az magyarul, aki a problémát okozta nekünk. Én nagyon jól tudtam magyarul algyai halat fogni. Nekem ez volt az életcélom. És nem is érdekült az összes többi. Mindent arra a szöröncsétlen halra építöttem rá, mert nekem az jelentette a jövőt. Az élő hal. Azt tudtam, hogy Balást érdeklik a fejlemények, de arra nem számítottam, hogy ennyire. Én még szeretnék veled kimenni a bányába. Én gyakorlatilag a saját szememmel szeretnék ott látni dolgokat, szeretnék ott fényképezni, szeretnék belelátni. Balázs egyszeriben több mint 60 halászért lett felelős. A teljes csőd szélén arra vállalkozott, hogy átsegíti az embereket ezeken a nehéz időkön. Én mögkérlek rá, Romániába is segítették kijutni, segítsék kijutni Ausztráliába is, az Esmeralda céghöz. Mögkérlem őket, hogy valahogy segítsenek, vagy kárpótoljanak bennünket, vagy ezt a hibát legalább orvosolják és hozzák helyre. 2,5 év telt el a katasztrófa óta, és mi úton vagyunk Ausztrália felé. Balázs most ül először repülőgépen. Egyre inkább felelősnek érzem magam mindazért, ami történik. Viszem ezt a halászembert, aki szembe akar szállni egy bányavállalattal, egy idegen országban, ahol rám van utalva, egy szót sem tud angolul, és még ha tudna is, mi a biztosíték arra, hogy egyáltalán meghallgatják? Hegedűs Pétertől kaptam, ezért rajta van a nyers anyagja a filmnek. Ez három Mészáros Balázs, ilyen az életben nem volt. Itt voltam bajban, mert apunak fölbírtam bontani a sört, nekem is fölbírtam, öcsikének még majdnem nem bírtam fölbontani az üdítőit. Látod, itt van a zsebémben az angol-magyar szótár. Szóval ennyi. Mi várják, hogy még teljesen belepusztult? Na, bele is pusztult mindenki, csak én. Ezért hagytam abba. Én már nem akartam beledögleni. Nézzük ugyanígy, szegény jó apám, én hún van. Azt mondta, fiam, neked a nagykönyvben ez van előírva. Ezt kell csinálom, mert csak ezt tudod jól csinálni. Küzdöttem egész életemben. Én halász vagyok, tehát nekem az a dolgom, hogy halászok, és nem adhatom föl, mert erre tanítottak, hogy nem szabad feladni. Na, elmenjünk innen oda a hűvösre. Úgyhogy. Hát amikor én 30 éves voltam, akkor én már... Akkor egyszerre telefonszerelő voltam, rózsatermesztő voltam, még halász voltam. Ja, még már vadász is. Volt legalább egy 10 féle halászcsárdánk, Vásárhelytű, Makótú, Szegedön, a Roosevelt téri, az Oroszlán utcai halbót, Vásárhely csárda, halbót, Csongrádom, Szentösön, mindenfele halbótok, minden. Csak aztán történt egy olyan esemény, minket kiköllött, hogy nyírjanak a Tiszáról. Hogy amikor én ezt az egészet elkezdtem, szövetkezeti elnök lettem, 262 halász volt, annak a képviselőjével fölmentem a parlamentbe. A probléma az magasabb szintén volt. A halászat veszélyöztette az idegenforgalmat, a vízisportot, a turizmust, a vendéglátástól kezdve mindent. 2015. december 30. Minden halász eszközt kitakarítani, mert ez üzemi terület, tehát a két gát közeg között nem lehet semmilyen halász eszköz, mert az már onnantól kezdve orrfalászatnak minősül. 2-8 év. Én 2015 karácsonya körül, ami megmaradt szerszám, és nem lopták még el, azt én gyakorlatilag kipakoltam.
karikákat kiszedtem belőle, azt még utána használtam olyan 20-ig, ilyen kicsi kis fődeepőr, ilyen sátrat csináltam a fődeepőrnek, meg ilyen dolgoknak. 2015. december 31 vége előtt mindennek. 18-ban megfogtam magamat, a Lele Lajosék kerestek embert, akinek van erdészeti gépkezelő papírja, tehát láncfűrészre, hűkaszára. Hát én elmentem oda dolgozni. És szépen én másit csináltam, éveken keresztül csak szélesítettem az utat. Na, aztán onnan engem úgy lesz lejtöztek, hogy nem is vettek fel sehova se. Volt két ladikom, az egyikbe aludtam, tele volt rakva szalmába, egyszerűen volt egy olyan rossz élményem, hogy azt hittem, hogy ott szívbajt is kapok. Főkeltem, az ott volt a sikló lábomnál, benne a ladikba. Én mindent ebtok, én levágom a disznót, a marhát, a lovat, minden. De a siklót, nekem minden sikló kígyó. De én amúgy is szerettem a halászatot, a természetet, azt mai napig is szeretem, a nyugalmat is szeretem, magát azt is, hogy ezt az összepárosítva, még ráadásul anyagilag is annyira tudott ösztönözni, hogy ez szerintem nincs olyan ember, aki ezt nem szeretné. Ezt a jó levegőt, ami egy más fizet, ezt én ingyen megkaptam, azokat az élményeket, azt az adrenalin szintet. Mert azért bele kelljen gondolni, mikor egy horgon rajta van, egy 40-50 kilós harcsa vagy a valsába benne van, hogy ha ez még nincs a ladikba, hogy majd még ez még a piacon van még, hogy szétvágja a valsát, vagy nem vágja szét a valsát. Mert ő már eléggé erős egy ilyen hal. Én a nyugdíjam alatt az igazság, hogy ugyanúgy dolgozgatok, most itt csinálgatok, itt vannak kint valsághálók, makethálókat, meg a tájháznak, meg ameddig az egészségem engedi, eljárok sok helyre dolgozni. Sokszor nem pénzé, hanem ami hiányom van itthon, azt onnat tyúk, kacsa, liba, üzemanyag, akármi. Azt kinek milyen van. Ez olyan majdnem, mint régen, amikor haláztam, hogy nekem mindegy volt, hogy miért adtam oda a halat, szinte csak halatni adjanak vissza érte. A cégnél lehetett menni ki Kuwaitban, meg tengizbe, mikor még telefonszerelő, kábelszerelő voltam. Én megmondtam, én nem megyek sehova. Én az algyő táblát nem szeretném úgy elhagyni, hogy lássam egy hét múlva. Meg olyan messzire se akartam menni, mint amilyen messzire voltam, mert egyszer mondtam olyat, olyan messzire méke, hogy onnan biciklivel vagy gyalog nem lehet hazagyűnni. Na hát ez mondjuk nem várt, mert azért kíváncsi lőttem volna, hogy onnan voltam, hogy hogy jövök haza. De hát így alakult az élet. Én már innen el nem megyek csak egy helyre, az pedig a Tisza lesz. Az kész, visszamegyek oda a halakhoz. De azért nem sietök ám oda. Na, nem, semmi. Ezt legutoljára hagyom. Ezt az egyet. Ezt legutoljára hagyom.